A tanács ülésén határozat született arról, hogy az 5. kerület csatornázási munkálataiból fennmaradt összegből a Gesztenyefa sor oldali járdáját újítják fel. Jut még pénz a Volt Színházzal szembeni járdaszakasz megjavítására is. Befejezik a Szűk és a Vajdaság utca aszfaltozását, a Koch, Arnold és Györgye Krisztics utcákat előkészítik az útépítésre, a Fűzfa utcát pedig zúzott kővel töltik fel. A tanácstagok szorgalmazták a város közeli Dökkút rendezését. Az előírások összevisszasága miatt eddig minden érintett illetékes elutasította az intézkedést. A kerületi képviselők támogatták az önkormányzat kezdeményezését, hogy a másodlagos mezőgazdasági termékek a szalma, széna, kukoricaszár tárolására az úgynevezett Sheriff tanya környékén alakítsanak ki szabad területet. Így felszabadulhat a már a város területére is behúzódó jelenlegi tárolóhely. Magyar Kanizsa központjában az utóbbi időben egyre gyakrabban törik ki a fiatal fákat, ezért a helyi közösség ismeretlen személy ellen feljelentést tesz az illetékeseknél, határoztak a tanács összejövetelén.